És akkor megkérdezik az első előadónkat, Siri Ildikon, hogy a metadinamikai teleszkópról meséljen. Kívást. És Sár Ildikó vagyok, és egy nem annyira régen megjelent kollaborációban készült cikkről szeretnék beszélni. Tehát ez egy kollaborációban készült munka volt, ahol egy ELTE és Fehérje bioinformatikával foglalkozó csoport volt, közösen csináltuk. És ennek a biológiai részét csináltam én, és Szalkai Balázs csinálta a bioinformatikai részét. De hogy először is, hogy a metagenomikai teleszkóp maga a módszer, és nagyon fontos manapság a genomoknak az, hogy egyre inkább ismerjük őket, tehát kb. A 2000-es évek környékén kezdődött az el, hogy egyre több genomot, az ő vezetőjéből a Humán Genom projekttel, egyre több genomnak a szekvenciáját megismerték, illetve megjelentek az új generációs szekvenálási módszerek, és így még több élőlénynek a teljes DNS készlete ismerté vált, és ezáltal rengeteg szekvencia információt halmozódott fel, és pont emiatt is rengeteg új mikroorganizmust is felfedeztek. Mi is az a metagenom? A metagenom pedig egy adott környezetben élő közösség teljes genetikai anyaga, és ezekből a metagenomokból is létrejöttek adatbázisok, amelyek szabadon hozzáférhetőek és használhatóak. És amiatt is nagyon érdekesek ezek a metagenomok, vannak nagyon különleges élőhelyen élő közösségek, amelyekben élő mikroorganizmusokat laborkörülmények között nem is tudnánk fenntartani, tenyészteni, mert hogy például mély tengerekben élnek, ahol nagyon nagy nyomás kell nekik, vagy akár élnek mikroorganizmusok például a holtengere és magas sótartalom mellett, tehát nagyon furcsa helyeken is élnek élőlények, de ha nem is tudjuk őket fenntartani, viszont hogyha veszünk onnan mintát, akkor az össz DNS tartalmat azt már meg tudjuk határozni. És így ezekből a sok mindent, ezekről az élőlényekből is megtudhatunk. És ilyen extrém élőhelyek, amikben például egy olyan, amikor, ami van a... Tehát amit ott is látni lehet, hogy például a Yellowstone nemzeti parkban vannak hőforrások, és mondjuk egy 100 fokos vízben is megélnek bizonyos élőlények, illetőleg megélnek mély tengerekben, megélnek nagyon savas környezetben, megélnek mondjuk amit a holtenger, ami nagyon sós, és ott találtak ezekben először az ilyen extrém élőhelyeken találtak egy eredetileg újnak számító egységeket, az arrákat, melynek a neve onnan jön, hogy ők rá úgy gondolták, hogy ők nagyon ősik. Hát az, hogy nagyon is ez azóta nem izolódott be, de egy különleges társaság, nem baktériumok, de részben ahhoz hasonlítanak, részben inkább az eukariótákhoz is. Ma már rájöttek ahhoz, hogy arra egyébként, hogy olyan helyeken is élnek, mint mondjuk egy ember bélcsatornája, és lehet, hogy teljesen normál talajvilágban is előfordulnak, de ilyen extrém helyeken is. Illetve arra is rájöttek ma már, hogy extrém helyeken előfordulnak baktériumok szinte mindenhol. Csak nagyon-nagyon magas hőmérsékleten van az, hogy csak arrák élnek is baktériumoknál. És ahhoz, hogy ezeknek a mindenféle metagenomokat elemezzük, ahhoz, és megtaláljuk fehérjéket, ahhoz különböző módszerek alkalmazhatóak. Az egyik ilyen a Hidden Markov modell, amelynek eredetére alkalmazása az időbeli mintázatfelismerésre találták részben ki, ami olyan például a beszéd. De nem csak időbeli mintázat lehet, hanem egy mintázat, mondjuk egy lineáris szekvencia is ilyen. És a 80-as évektől kezdve használják elterjedten a bioinformatikában.
A HMM az fehérje szekvencia hasonlóságok keresésére alkalmas valószínűségi módszerekkel és alkalmas génkeresésre. És hát ugye mindenhol ez lesz a legfontosabb, hogy HMM-mel keresik a géneket, illetve ugye a géneket tudjuk, hogy milyen fehérjéket kódolnak. És a HMM az egy random aminosav szekvencia generált, amelynek sok köztes állapota van. És ami fontos még, hogyha egy adott állapot, egy n-edik állapotot, egy adott állapot, akkor abból az n plusz egyedik állapot is következik, sőt egy végállapottal is kapcsolata van. Ezt egyszerűbb úgy megérteni, hogy mondjuk ilyen állapot az, hogy süt a nap, vagy hogy fel egyik nap, vagy az, hogy egyik nap esik az eső, vagy egyik nap felhős idő van, és az, hogy egyik nap milyen idő van, attól a következő nap állapota is függni fog. És amit mondtam, tehát az egyik paraméter, ami fontos a HMM-on, ezek az állapotok. Az állapotnak a kimeneti valószínűsége, illetve az állapotok közötti átmeneti valószínűségek. Tehát, hogyha visszatérünk arra, hogy fehérje szekvenciákkal foglalkozunk, akkor egy állapot az egy konkrét fehérje szekvencia. És a ilyen Markov modell, ugye a rejtett Markov modell másrében, az azért kapta a nevét, mert a belső állapotokat nem lehet egyértelműen meghatározni a kimeneti szekvenciák megfigyelésével. Tehát az, hogy, ugye vannak megfigyeléseink, tehát tudunk, hogy mondjuk egy adott fehérje családban mik tartoznak, de az, hogy pontosan mi az a konzenzó szekvencia, amit meghatározza, az nem tudjuk. Így a megfigyeléseink az egyes adott konkrét családba tartozó fehérjék által. És ami fontos a HMM-nél, hogy ő mond betanítható. Tehát, hogyha veszünk egy adott fehérje családot, és annak megkeressük sok odatartozó fehérjét, és azzal tudunk egy HMM modellt építeni, az lesz a betanítási készlet. És ez egy betanítási folyamat, ez egy iteratív folyamat, hogy úgy változtatja a HMM modell a paramétereit, hogy ráírjon a betanítási készletre. És kimenetként pedig hasonló fehérjéket tudunk kapni. És ennek az a haszna, hogy ha van egy bármilyen adott aminosav szekvencia, akkor a modellünk megmondja azt, hogy mi a valószínűség, hogy pontosan ez az adott szekvencia legyen a kimenetünk. És hát ugye az a cím, hogy metagenikus teleszkóp, ez egy részben jó hasonlat az, hogy teleszkóp, részben nem, de hát mi is az, hogy mi az a teleszkóp, meg hogy tudunk nagyítani, tehát egy nagyító egy kisebb képből csinál egy nagyobbat, míg a teleszkóp pedig még nagyobb nagyításra képes, de egy kicsit más az elvük. És hogyha nézzük az előző, tehát azt, hogy ezt a nagyítás elvét, van egy fehérje család, és abból kikeresünk egy csomó odatartozó fehérjét, és azzal kép tudunk végezni projekciót, hogy a HMM modell segítségével gyakorlatilag definiáltuk ezt a fehérje családot, és ez a HMM modell gyakorlatilag egy fókuszálás biztosít nekünk, és ezzel tehát meg tudjuk keresni a modell által definiált. Tehát modell definiáltuk azt a családot, és megkeressünk adott modellorganizmusokban ehhez hasonló fehérjéket. És viszont kicsit ugyan sárgító teleszkóp példát nézzük, akkor szintén fogunk egy fehérje családnak sok ismert tagját, és a HMM modellt betanítjuk rá, ő definiálni fogja ezt a fehérjét, és akkor ha kiválasztunk egy metagenomot, azok a metagenomban megkereshetjük az adott fehérjéhez hasonló fehérjéket, ezzel azután a megtalált fehérjékből megint tudunk egy HMM modellt építeni, és tudunk keresni különböző modellorganizmusok fehérje készletével. De hogy mi milyen fehérjéket is vizsgáltunk, tehát a mi konkrét esetünkben DNS hibajavító fehérjékkel foglalkoztunk, ugyanis a DNS-beli hiba az gyakran elő is fordul, és egy nagyon súlyos hiba jelenti. Tehát a DNS-ben hibák létrejöhetnek szabad gyökök által, szabad gyökök keletkezhetnek abszolút normál működés közben is a sejtekben, ahol ez a sejtek működnek,
illetőleg például olyan, mint a dohányzás növeli a mennyiségét. Amikor a sejtek osztódnak, akkor replikáció során a DNS is osztódik, DNS-hibák szintén keletkezhetnek, különböző sugárzások is okozhatnak, és az UV-fény, ugye amikor napozunk, akkor szintén DNS-hibák tudnak keletkezni, illetve különböző vegyszerek vagy spontán reakció során is előfordulhat, hogy a DNS-ben hiba keletkezzen. Ezért van egy kiterjedt DNS-hibajavító apparátus a minden sejtben, amelyek folyamatosan javítják ezt a hibát, tehát normális esetben meg semmi szemlélhető jelen nem lesz, a hiba az kiavítódik. De ha mégsem, akkor ez a sejtciklus le tud állni, a sejt vagy elpusztul, egyébként ez a, ha egy nagy hiba, az a jobbik eset, vagy pedig daganatot, tehát rák keletkezhet belőle, úgyhogy emiatt is nagyon széles körben kutatják a DNS hibajavító fehérjéket, és a mi csoportunk is ezen a területen kutat. És ami a fehérjéket én kiválasztottam, az első az a DOTP, ez egy kicsit kapukatojás, nem igazán modern DNS hibajavító fehérje, ez egy preventív fehérje, az egyik DNS hibának, az urocélnak a beépülését fogja azzal megakadályozni, hogy szintén csökkenti. Ugye az urocél egy olyan bázis, ami az RNS-nek normál alkotója, ami lelépítve nem egyike, a DNS-ben viszont nem fordul elő, és hibának számít, ha mégis előfordul. És többféle DNS hibajavító útvonal van, attól függően, hogy milyen hibák vannak. Ezek közül még kétfélének választottunk ki DNS hibajavító fehérjét. Az egyik az a bázis kivágójavítás, amelyben az egyik ilyen hiba lehet például előbb említett uracil, aminek kivágásai felül az uracil-dns glikoziláz, a timin-dns glikoziláz, illetve van egy arhea uracil-dns glikoziláz is, ami szintén ezt a hibát javítja. Lehet, fontos hibák még az oxidáció-oxidál témidin bázisok, amelyet az NTHL és az OG1 fehérjék felelnek, és ezzel a úgynevezett bázis kivágó hibajavítás útvonalon tudjuk ezeket a hibákat, vagy tudja a sejt ezeket a hibákat kijavítani. És a másik hiba típus pedig a DNS kettő szál törés. Az egy nagyon-nagyon súlyos hiba, hogyha a DNS mindkét szálra eltörik. Úgyhogy ennek nagyon fontos a javítása, és ez a javításban például az MR11 és a RAD50 fehérjék vesznek részt, ezek egyébként együtt, ezek egy fehérjék komplexben összekapcsolódva segítik a javítást. Két MR11-et, a két RAD50 fehérre tud összekapcsolódni. És föntláthatók azok a konkrét metabenomok, amelyeket vizsgáltunk. Egyrészt a Iron Mountain savas, egy savas viszap, egy hőforrás volt és egy átalakult viszap közösség, amelynek a metabenomját vizsgáltuk. És amikor definiáltam az adott fehérjéket, fehérre családokat, ahhoz én arra fehérjéket használtam, illetve egy baktérium az Escherichia coli-nak a fehérjé, ugyanis azt felkészítem, miatt ezek a kiváltott metagenomok meghelyezősen szélsőséges környezetben élő metagenomok voltak, ezért én is egy olyan, tehát az arhákat választottam, mint bemenő információban, majd betanultam a háromat, mert hogy ott közül is elég sok extrém található, és amely eukaryotik modell organizmus, amiket használtam, azoknak itt láthatók, például az élesztő, vagy a zebrahal, cecetmustisztelete, vannak olyan eukarióta élőlények is ezek között, ami nem annyira bevett modell organizmusok, de szintén pont emiatt kíváncsiak voltok rá, mint például a sertés vagy a szarvasmarhát, hogy sokkal kevésbé vizsgálják, sokkal kevésbé az ismert állatorvosi ló, de pont emiatt jobban érdekes lehet az, hogyha a fehérjéjük között úgymond adatbányászunk, és talán úgy információt lelünk. És akkor részletesen, hogy mit is csináltunk. Tehát először is vettünk ismert gén előfordulásokat, tehát hogy egy konkrét példával érjek, fogtuk a RAD50 fehérjét, és megkerestük mind a előbb megemlített 16 archeolélényeket az Escherichia coli-ban, majd pedig összerendeztük a fehérjéket egy cluster, hát egy cluster az egy ilyen program, ami képes összerendezni a fehérjéket. Az összerendés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag megkeressük és egymásra rakjuk megfelelően a hasonló részeket. És
És utána pedig egy három modellig, tehát itt befutottuk a programot, hogy mi is például a 50 fehérje, és ezt állam, ezt hívom ezt a régi háromnak, és ettük az eukaryotum modellorganizmusokat, például ilyen modellorganizmus a egér, és megkerestük az eukaryotum modellorganizmusokban megfelelő DNS hibójautum fehérjéket. Tehát például vettük a RAD50 fehérjét, és megkerestük, hogy milyen, hogy a HMM modell alapján milyen olyan egélyek fehérjék vannak, amelyek ezek, erre elég jól hasonlítanak. Ez az elég jó, ez egy valószínűségi érték volt, amit meghatároztunk, és mindig az az érték volt, ahol már elfogadtuk. És ezek a fehérjék, amik között kerestünk, van az Uniprot adatbázis, ahol megvannak arra rengeteg-rengeteg fehérje, és azon adatbázisban kerestük, és azzal definiáltuk az egyes fehérjéket. És ezeket, amiket ebből az eredeti régi HMM-mel létrehoztunk, és megtaláltunk eukaryóta modellos hasonló fehérjéket, ezeket hívom ezeken eredeti találatoknak. A következő, amit csináltunk, az pedig az, hogy fogtunk ezt a három előbb mondott extrém metagenomot, vele ugye ez a probléma, hogy tehát ez egy nagyon nagy DNS halmaz, de először is meg kellett határozni benne a géneket, amik amelyeket hát nem olyan bonyolult meghatározni, nyitott olvasási keretet kell megtalálni, tehát van egy vertis 3-as, ami megadja az elejét, és egy 3-as, ami megadja a végét, és így elvileg meg lehet találni az összeset, ami persze egy része vagy igaz, vagy nem, de viszonylag jól megadhatóak. És ezeket a fehérjékben kerestünk ebben az eredeti régi HMM-mel ennek megfelelő fehérjéket, tehát például a RAD50-nek a hasonló fehérjét kerestünk a metagenomban, majd pedig ezek lettek a metagenom találatok, és a metagenom találatokat pedig összerendeztük, és szintén csoportosítottuk, és egy új hármat hoztunk létre belőle. És az új hármat pedig ezzel a HMM-mel pedig az eukaryóta modell organizmusok között kerestünk, és megkerestük azokat a például, hát megkerestük azokat a fehérjéket, amelyek így ebből a metagenomban megkeresett, például a RAD50-hez hasonlóak voltak az adott az eukaryóta élményben, például az egérben. És a következő pedig az volt, hogy összehasonlítottuk ezt az eredeti találatokat, és az így létrejött teleszkóp találatokat. Nyilván elvileg mondjuk a RAD50 nézzük, mind a két helyen a RAD50 és ahhoz hasonló fehérjékkel megtaláljuk. Tényleg így is volt, hogy a RAD50 esetében, a többi esetben is, mind a kétféle találat között a RAD50-nek magának például ott kell lennie. De viszont már a hozzá hasonló, elég hasonló fehérjék esetében nem feltétlenül volt teljes egyébként a két találat halmazban. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a találatok, amelyek az eredeti találatok között nem szerepelnek, de a teleszkóp találatok között igen. És azért emeltem ki korábban is most is a MERE11-et meg a RAD50-et, mert az volt az a két fehérje család, ahol találtam ilyen olyan úgymond új találatokat, amely teleszkóp találatok között nincsen meg, viszont vagy a teleszkóp találatok megvan, viszont az eredeti találatok között nincsen meg. Az MR11 egyébként egy olyan fehér, egy foszfodiesztereszt fehérjétet képes a DNS szállatokat megnyírni bizonyos mértékig, a RAD50 fehérje pedig egy olyan nagyon hosszú fehérje, ami a DNS szállakat gyakorlatilag össze tudja láncolni, és így egybe tudja tartani, és egyébként a kettőszálló DNS javításnál ez a fehérje komplex az, ami nagyon fontos ahhoz, hogy elkezdődjön ennek a javítása, hogy nélkülözhetetlen fehérjék. És a találatoknál az MR11 esetében azt ábrázoltam fehérrel, hogy mik az eredeti találataim, különböző eukaryóta élőlényeknek most a latin nevét rajzoltam fel.
és azt szürkével lehet látni, mi a teleszkóp talált, és külön megjelöltem azt, hogy akkor a kettőnek ugye mi a, és a különbsége, tehát mi az a találat, ami az eredetiben nincs van benne, de a teleszkóban megvan, az pedig feketében, és azt lehet látni, hogy minden esetben az összes eukariot illetményel találtam olyan emeletizenethez hasonló fehérjeteket, amik csak az új találatok között találhatóak meg. És ha nem is teljesen ugyanez, de nagyjából ugyanaz a kép volt a RAD50-nél, ott is a találatok zömében volt utájállat, de minimum ugyanannyi volt az eredeti találat, mint a teleszkópos találat. Hogy egyelő volt, hogy több volt a teleszkópos találat. És hogy viszont részletesebben, hogy mi az, amit találtam. Utána azt csináltam a találatokkal, hogy megnéztem az Uniprot adatbázisnál, mint van minden egyes találat esetében, hogy miket ír le. Ugye az Uniprot adatbázisban nagyon részletes leírás van, például arról, hogy milyen fehérje családban vannak, milyen funkció van, biológiai funkció, milyen fajta enzim is ő, és ezeket, amiketnek ő leírja az adott fehérjét, ezeket mind összeszedtem, és megnéztem, hogy mennyi például DNS hibajavító fehérje, DNS hibajavításba érkező szelénje vagy nyilván fénykötő fehérje van, és azt megnéztem, hogy ez ennek a száma az összes találathoz, ennek az arányában ez hogy is néz ki. És nyilván részben egyeztek, tehát mind a eredeti találat, mint a csak új, tehát ezek az új találatok között részben ugyanaz jött ki, de lett egy-két olyan dolog, ami csak az új találatokban ért, és nem is tudjuk pontosan, hogy miért is van ez. Például egy kalcineumon hasonló foszfoliszterez családbeli találatok is lettek, ami pedig ugye, tehát hogy igazából egy teljesen távoli fehérje család, tehát nincs köze az emberek 11-hez, mégis találtunk olyan fehérjét, ami a családból, ami nagyon hasonlít az emberek 11-re, ha ez a metagenomikai módszerrel nézünk rá. Illetőleg láttunk más funkcióval rendelkezőeket, például a sarfoszfatáz, ami szintén egy olyan funkció, ami csak az új találatoknál jelentnek ilyen funkcióval rendelkező fehérje. És a RAD50-nél is hasonló volt a helyzet, ott pedig szintén találtunk olyan találatokat, amelyek a transzkripciós faktor, vagy a transzkripciós levelezőben részvevő fehérjék, amiket szintén nem gondoltunk. Tehát a RAD50-nek ilyen szerepe nem, és kijöttek ezzel olyan fehérjék, amelyeknek ilyen, tehát olyan RAD50-nel hasonló fehérjék, amelyeknek ilyen funkciója van. Összefoglalásként pedig elmondhatom, hogy ez egy új módszer, amit lehet még sokféle dologra használni, és ennek az az előnye, hogy ismeretlen funkció, fehérje funkcióját megfejthetjük vele, illetve eddig ismeretlen fehérjéről is megtudhatjuk esetleg, hogy milyen funkciója van. És köszönöm szépen a figyelmet! Köthető, tehát ez egy adatbázis, ahol megcsinálták, és hogy nem tudom, hogy az adatbázisban hogy van pontosan leírva, hogy hogyan vették ezeket a mintákat valójában. Tehát ezek nyilvánosan hozzáférhető metagenomikai adatbázisok vannak, ahol ők azt mondták, hogy jól lesz minket, de nem is nem sajnos mondja. Én nem tudom, lehet, hogy le van én nem is ebben. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a metagenomokat tekinthetjük akár úgy is, hogy kicsit ilyen eltúlozottan, mint hogyha egy önálló, de bonyolult organizmus lenne, amelynek sok apró organizmus része. Tehát ezt ilyen módon elemezted ezeket az élőlényeket, illetve az jutott még az eszembe egy kérdésem, hogy attól, hogy találtál új funkciókat, vagy prediktáltál új funkciókat bizonyos fehérjéknek, gondolkoztatok-e azon, hogy ez nem lehet egy fals találat, mert mondjuk, hogyha nézd, hogy analógan, hogy mondjuk van egy fogaskerék, attól, hogy két tárgyban van fogaskerék, attól még az egyik lehet egy óra, másik meg lehet egy traktor. Tehát ennek megvan az esélye, nyilvánvalóan lehet fals találat. Tehát még az annotáció az nyilván egy hosszabb. Voltak-e ismeretlen funkciófehérjék, amikor mondjuk az Uniprot semmit nem mondott? Tehát, hogy tudtatok-e hozzátenni az Uniprotnak, vagy egyébként az Uniprotnak? Nekünk konkrétan olyan
Igen, tehát hogy voltak olyan fehérjék, amire nem módosul, hogy ez mind a két helyen előjött, mint hasonló fehérjék. Tehát hogy olyan azok között a találatok között, ami csak a teleszkopokból jött ki, konkrétan olyan nem volt. Illetve volt egy, amit leírtunk, de hát az igazából csak valószínű volt a hasonlóság a másik, a teleszkóposnál, mint a másiknál, de igazából a másiknál is úgy megjelent. De arról is írtunk valamit az egy EUTPS-hoz, rokon fehérje, de tehát ez, amit most csináltatok, az nyilván az a halvány a területre megyek be, és akkor legalább legyen valami fogózkodóm ahhoz, hogy kb. Ez így mi lett. Arra mondjuk ez a modell. Igen, igen, tehát hogy igazából az, hogy egy metagramokkal definiálunk valamit, ez egy valamiféle, egy kicsit más definíció, mint a hagyományos, hogy egy csak hagyományos volt, hozzuk létre a mánamet, tehát valami, hát valamilyen szinten extrémen összetétel, és akkor, hogy az szerint az egy kicsit elviszi a találatot, hogy ilyen szempontból teleszkóp, de az, hogy ez még nem biztos, hogy ez azt jelenti, ez csak egy mondjuk ötlet, hogy ehhez lehet kapcsolata, de lehet simán hamis találat ez. Ez igaz, inkább egy módszer volt arra, hogy ezt lehet használni, és sok más az ön is, tehát hogy dolgozok egy több másféle felérékkel hasonló meg, mint hogy módszert használjuk. Még egy kicsit ehhez kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy ahol így predikált azok funkciót, hogy te vagy bárki más a csoportból megpróbált ennek utána menni, és valóban a biológiai bizonyítékát is megkeresni. Nem, tehát itt még nem tartunk, ez is egy tök jó dolog. Az első szerves célja az volt, hogy megmutassuk, hogy ez a módszerrel lehet új eredményeket találni, és az egy további új dolog lenne, hogy megmutassuk, hogy ez tényleg nem mondjuk egy ilyen véletlen dolog, hanem valami kapcsolata tényleg van, de ennek még nem jártunk. A másik kérdésem az kicsit az, hogy ugye itt ez a, hát a egyik nagy vizsgálati csoport, amivel kiindultatok, az pont az archeák és az archeum metagenomok, de hogy az utóbbi időben egy csomó ilyen különlegesebb eukarióta, tehát hogy nem konvencionális, nem több sejtvédő lényben, nem egészen ilyen különleges eukarióta csoportoknak is a genomjai meg szekvenálódnak, hogy nem lenne érdemes azzal összehasonlítani, mert hogy az ember azt gondolná, hogy az archeák azért ugye egy eléggé sajátos evolúciós úton mentek végig, úgyhogy valószínűleg sok de novo fehérje van. Mondjuk pont az, hogy a DNS javítás például az egy olyan terület, ahol nagyon az ott viszont eukariótához hasonló a DNS javító fehérjék gyakorlatilag. Tehát minket vizsgáltunk azok gyakorlatilag mind. De lehetne úgy is, hogy ténylegesen eukariótát vizsgáljuk.